A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. December 3-a a Fogyatékosság Világnapja. A mai műsort ennek a témának szenteljük. Egy kicsit öncélúan is ezt be kell, hogy valljam, mert december 3-ára egy nagyszabású programot sikerült megszerveznem társaimmal együtt az elfogadás jegyében. Úgyhogy a mai műsor erről fog szólni, és ebben a témában hívtam olyan vendégeket, akik egyrészt ezen a rendezvényen ott lesznek, másrészt segítenek abban, hogy ez egy nagyon szép és remélhetőleg hagyományteremtő program legyen. Úgyhogy a stúdióban nagy szeretettel köszöntöm akkor elsőre a hölgyvendégünket, Perce Ilonát, aki közművelődési szakember, szerintem a városban nagyon sokan ismerik, majd egy kicsit ki fogjuk részletezni, hogy mi mindennel foglalkozik Ila, úgyhogy szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Itt van velünk Törteli Zoltán is, aki hát szerintem sokan a judóról ismerik, de egyébként a Törteli Stabilizáló Mozgásprogram megálmodója, és jelenleg ezzel foglalkozik, és ezzel fogunk majd a szombati napon találkozni. Köszöntelek. Én is köszöntelek. És itt van velünk Gyarmati Gábor, aki már egyébként nálunk volt tévéműsorban, egyszer a fehérvári beszélgetésekben is beszélgettünk, és szerintem nem biztos, hogy ismeretlen a nézőknek. Egyébként a Városgondnokság munkatársa, látássérült fiatalember, ő is nagyon a szívén viseli ezt az ügyet, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és tudunk beszélgetni. Én is köszönöm szépen a meghívást. No, akkor az első megszeppenésen túl beszéljünk arról, hogy ahogy már egy kicsit a felvezetőmben mondtam, december 3-ára sikerül egy nagyon szép és nagyszabású programot szervezni. Ti miért tartottátok fontosnak? Azt is el fogom mondani, hogy én miért tartottam fontosnak, de az első hívószóra mindannyian mellé álltatok. Szerintem kezdjük talán veled, Ila, mert én tudom rólad, hogy nagyon a szíveden viseled ezt az ügyet, és nem csak ezt az ügyet, hanem nagyon sokféle ügy mellé szoktál állni. Ugye, ha csak a zenei nevelésre gondolunk a városban, vagy bármilyen ösztöndíjjal kapcsolatban, és még majd el fogod mondani, hogy mennyi mindenben tevékenykedsz, de én tudom rólad, miután minket azért régi kapcsolat fűz egymáshoz, hogy nagyon jó helyre mentem, amikor azt mondtam, hogy egy társat szeretnék, aki ebben segít nekem. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtál erre, hogy kicsit részese lehetek ennek a harmadikai kezdeményezésnek. Igen, mindig is megérintett ez a probléma engem. Így a mai napra gondolva az elmúlt hetekben vagy napokban eszembe jutott, hogy mikor általános iskolások voltunk, akkor, és most így utólag úgy fáj is, egy kis külön épületben voltak a bármiféle fogyatékkal élő társaink, és számos alkalommal volt, mikor már nagyobb felsős osztályosok voltunk, hogy ott éppen nem volt tanárnéni, akkor egyikünket, másikunkat átküldtek, és olvastunk nekik, az volt a tanórájuk. És akkor olyan teljes természetesnek tűnt, hogy hát ők olyanok, mi ilyenek vagyunk, tehát úgy az életem részévé váltak igazándiból, és így visszagondolva az elmúlt évtizedekre, azt azért szomorúan állapítottam mindig is meg, hogy mi dugdossuk a betegeinket. Ma már, mintha egy picit nyitottabbak lennének a családok, nyitottabbak lennénk mi, vagy inkább elfogadóbbak lennénk mi, hogy így mondjam, de még most is nagyon-nagyon sok olyan beteg társunk, vagy nem is tudom, jó szó-e az, hogy beteg másképp élő társunk, vagy mással élő társunk van, aki bizony bezártan éli az életét, akinek nem adatik meg nagyon sok olyan számunkra természetes dolog, ami az életét színesebbé és szebbé teszi. És valahogy a kor előre haladtával is nyilván még inkább érzékenyebbé váltam, és hát az életem úgy alakult, hogy 6 évvel ezelőtt a Prohászka egyházközösség tagja lettem, mert oda költöztem, és ott egy igen-igen aktív életet élő karitás csoport működik, amelynek tagja vagyok, és hát itt bizony nagyon sok olyan sorssal,
történettel, élettel találkozom, ami mindig még nem legyengít, hanem inkább erőt ad arra, hogy igen, menni kell, segíteni kell, és hát a költözésem okán nagyon közel kerültem a Viktória Rehabilitációs Központhoz, ahová korábban is jártunk műsorokat szervezni, amíg drága Balog Mária ért akkor vele együtt, most ugye ő már sajnos egy éve nincs közöttünk, de most is oda is járok, úgyhogy úgy része az életemnek, és hát sokszor bizony arra gondolok, hogy nem is tudjuk mi épek igazából értékelni azt, hogy nekünk milyen egyszerű is az életünk. Van egy nagyon kedves barátom, ha lehet így mondani, a Viktóriában, az András, és egyik alkalommal én autóval mentem, és látom, hosszú sor, hát ő poroszkálott az úttesten a kis tolókocsijával. A legközelebb, mikor mentem hozzá, meg is szittam, hogy hát mit kóborozta az úttesten. És akkor olyan dolgot mondott, amire nem is gondolunk, hogy fölmegy a járdára, azt még tudja, hogy föl tud-e menni, vagy nem tud fölmenni, de hogy az járda másik vége milyen lesz, azt ő nem tudja. És van, hogy nem tud lejönni, mert fölborul. De ez egy apró dolog. Igen, mi pedig, az autóvezetők általában szépen megdudáljuk, hogy na, miért ott megy. Miért ott megy? Ezért megy ott, mert tudja, hogy az úttest a sima, ott, ha rámegy, akkor menni tud. Az igaz, hogy a forgalmat szegényként lassítja, de mi tehetünk róla, hogy lassítja, mert ha a járdáink olyanok lennének, hogy mind a két vége abszolút szépen lejtős, ahol egy tolókocsis is le tud gurulni, akkor nem lennének ilyen problémák. Úgyhogy az életemnek, azt mondom, hogy a napjaimnak része, hogy vannak körülöttem olyan emberek, akiknek jó segíteni, és kell segíteni. És hát amikor te hívtál, amikor fölhívtál, hogy erre gondoltál, úgy eszembe jutott, hogy és miért pont most? Hát ugye te is érintett vagy ebben a dologban, nem egy éve, nem két éve, hanem hosszabb ideje, de biztos, hogy pont az csillagok állása most volt olyan, hogy ezt neked most kellett kitalálni, és ebben az évben létrehozni. Igen, akkor viszont most erre válaszolva, és akkor utána még megyünk tovább veletek is, ugye ez azért alakult így, mert ugye a nézők most már talán tudják, mert nem sokszor szoktam erről a részéről beszélni az életemnek. Igen, nekem van egy autista kislányom, aki szindrómás, 13 éve született, és még a születésével is ugye elég rendesen megküzdöttünk, te tudod, mert ott voltál. És tehát, hogy az évek során az alakult, meg hát nyilván nekünk is ezt a szituációt el kellett fogadni. Nagyon sokat küzdöttünk ellene, hogy nem, ez nem így van, neki nincs baja, neki ő normális, ügyes, okos, szép, és egyébként ez így is van, mert ő így ügyes, így okos, így normális. De hogy ezt a szituációt, ezt nekünk el kellett fogadni, és ugye, hogy miután én nagyon sokszor járok olyan helyekre forgatni, most már talán céltudatosan engem küldenek, hogyha ilyen jellegű rendezvény van, és majd fogok egyet mondani, ami tegnap volt és nagyon megérintett, abból fakadóan, hogy látom őket nagyon sok helyen, mondjuk a Szent Kristóf házat mindig meg kell, hogy említsem, mert tényleg a szívem csücskei, de bármelyik intézményt mondhatnám, ugye az Arany János iskolában is nagyon sok, hát ugye mi is oda járunk, most már több tagintézményben jártunk, de ott is nagyon sokszor volt már, hogy felkértek például zsűrizni egy ilyen ki mit tudra, amikor a kísérült gyerekek jöttek országszerte mindenhonnan műsorral, és hát tényleg mindig megérintenek az ilyenek, és azt látom, hogy akkora szeretet van bennük, hogy az embereknek tanulnia kéne ebből. És az a baj, hogy a legtöbbször, tényleg, ahogy mondtad az elején, eldugjuk őket, pedig meg kellene őket mutatni. Tehát, hogy nekem most is nemrég, talán egy másfél hónapja lehetett, hogy elmentem forgatni egy mozgássérült hölgyhöz, akinek csodálatos képei vannak. Most azt nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, ő is ott lesz szombaton, hogy testi sérülése van, és egyébként a beszédképességét is az oxigénhiányos állapot születésekor ugye befolyásolja mai napig, és meg ráadásul inzulinos is, tehát hogy elég sok vele a probléma szegénnyel, és a keze is furcsán áll. És ő ehhez képest az egerével, számítógéppel készít olyan montázsokat, hogy már 4 kiállítása volt, és hogy őt is, hogy
meg kell mutatni. Tehát, hogy olyan tehetségek vannak köztük, és nem csak a tehetséget, hanem egyszerűen az, hogy ne kelljen elmenni mellettük az utcán, ne kelljen elrakni őket valahova, hogy na, szóval, hogy értitek, amire gondolok, és ugye nekem is majd ezt el fogom mondani a rendezvényen, nagyon szívfájdalmam az, hogy mondjuk bemegyünk egy boltba, és én nem tudom ide kiírni, hogy autista. És ő neki ugye viselkedési problémája van. És hogyha, ne adj Isten, neki kell kiabálni a pénztárnál, hogy mi van, már csináljuk már, mert nem bír várni, ugye? Akkor mi nyilván csúnyán néznek ránk. És akkor, hát egyszer-egyszer már volt olyan, hogy annyira csúnyán néztek, hogy akkor oda mondtam, hogy hát ő ilyen, és hogy akkor nem kell nézni minket. Tehát, hogy az a baj, hogy ugye az emberek egymást megnézik, valami baj van vele, akkor rögtön odafordítják a fejüket, és utána elfordítják, vagy a játszótéren nem engedik oda a gyereket játszani a sérült gyerekhez, mert a szülő fogja és elviszi onnan, pedig ugye ezzel mondjuk taníthatna is az elfogadást, és az a baj, hogy az ilyen gyerekek pedig ilyen szülővé válnak. Na, így zárójel, tehát, hogy nekem ezért jött egyébként ez a gondolat, hogy csináljunk egyszer egy olyan rendezvényt, amikor mindenki ott van, épek, sérültek, és mutassuk meg, hogy ugyanolyanok vagyunk, ugyanolyan szívdobok bennünk, ugyanolyan ügyesek, tehetségesek, okosak vagyunk, majd beszélünk arról, hogy aztán ez hogy fog megvalósulni, és hogy ezt lássa mindenki, mert hogy tényleg, én nagyon szeretném, hogyha erre a rendezvényre sokan eljönnének olyanok, akik nem érintettek, ne csak azok jöjjenek, akik érintettek, hanem olyanok is eljönnének, akik nem érintettek, és meg tudják látni azt, hogy igen, most akkor mostantól kezdve lehet, hogy egy kicsit másképp állok hozzá a dologhoz. Na, akkor a nagy monológom után, Zoli, te miért tartottad fontosnak? Hát ugye nem régen itt a tévében mi beszélgettünk már a stabilizáló mozgás programodról, és hát ugye ezzel fogtok jönni szombaton. Miért gondoltad, hogy a színpadon a helyetek? Én is köszönöm a meghívást. Nekem szerencsére része nagyon régóta az életemnek az a mondat, hogy csináljunk valamit. És ugye mindig kiválasztja az ember, hogy az legyen egy hasznos, legyen egy jó hírű, egy nagyon, nagyon értékes dolog, és hát nagyon örültem, amikor ezt nekem mondtad, vagy leírtad, és nem volt kérdés sem, hogy ezt eldöntsük. És hát mivel az én munkám most már nem a judó tanítása, hanem az esenis gyerekek mozgásfejlesztése, és ezzel fogunk ugye szombaton jönni a rendezvényre, ezért evidens volt, hogy ezt megmutatjuk, és én egy picit élesebben szeretnék fogalmazni, mint ahogy ti fogalmaztatok. Nem érzékenynek kell lenni, hanem tisztelni kell ezeket az embereket. Jó, ez egy, ugye látjuk a társadalmunk, egy műanyag társadalom. Udvariasak vagyunk, kedvesek vagyunk, előrengedjük az ajtónál. Nem kell kedvesnek lenni, tisztelni szeretni kell őket, ugyanolyan emberek. Az, hogy az ő életük más feltételek között zajlik, egy kerekesszékesnek nyilván fizikai segítségre van szüksége, és sorolhatnánk. Tehát én erre ösztönzöm egyébként a gyerekeket is, és a szüleiket is. Hogy ti ugyanolyan emberek vagytok, ugyanolyan teljesítményre vagy képes, nyilván önmagához képest. Na de ez ránk is vonatkozik. Hát úgy négyen, ugye négy különböző dologra vagyunk képesek. Tehát minket sem lehet összehasonlítani, vagy sablomba tenni. Tegyük meg, ugye én picit érintett vagyok a buddhizmus által, és ott azt tanuljuk, olvassuk, hogy a tőled telhető legtöbbet tedd meg. És ebben a mondatban értékmérés nélkül benne van, hogy ha megtetted, akkor megnyugodhatsz, ha nem, akkor még biztos kell egy picit tenni. Uh-huh. És én erről szeretnék ott beszélgetni is, vagy beszélni a bemutatónk során, hogy ismerjük el ezeket az embereket, gyerekeket. Én nekem az aranyiskolával nagyon jó kapcsolatom, és tanítottam is ott évekig, és ott gyakorlati szinten bizonyosodott be, hogy mennyi mindenre képesek ők. Ő ugye gyakori rossz klisé, hogy azt mondjuk, hogy hát ezt ő biztos nem tudja. Hát csináljuk meg, próbáljuk ki, és akkor ki fog derülni, és hát hál' Istennek 10-ből 10-szer kiderült, hogy ezt is tudja. Ez is jó, ezt meg gyakorolni kell, vagy ezt meg kell ezt a mozdulatsort ismerni. Na de hát mindannyiunkkal így van, nem? Kapunk egy feladatot, és ha azt először csináljuk, nekünk sem biztos, hogy sikerül. Tehát én nekem napi szinten van sikerélményem, mert szigorú vagyok velük, de
de a foglalkozás vége mindig az öröm, hogy mennyi minden sikerült, ahogy te is mondtad, és nyilván beszélünk picit arról is, hogy na, ez a két dolog nem ment, de majd a jövő héten ezt tovább fogjuk gyakorolni, és hát ez egy csoda. Egyébként ez nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt én is tapasztalom, és nekem van egy filmből, a Született feleségekből megragadt egy olyan jelenet, amikor valamelyik hölgy főszereplő egy olyat álmodott, hogy sérült gyermeke van. És úgy nézett ki a jelenet, hogy az anyuka mosogatott, azt hiszem, és a gyerek egy fél kézzel ott, vagy fél karral ült. Vagy hát egy épp és egy fél karja volt, és az egyik keze le volt foglalva, és akkor mondta az anyjának, hogy de hozd már ide, nem tudom mit, meg csináld meg, és mondta, hogy de hát van egy kezed, ami épp. És így mondta a gyerek, hogy de hát nem, mert az nem tudom pontosan, hogy hogy volt, de az volt a lényeg, hogy hát mondta neki, hogy de hát van neki egy keze, azzal is meg tudja csinálni, ne őt rángassa oda, és ne várja el, hogy helyette csinálják, mikor maga is meg tudja tenni. És ezt én nagyon megjegyeztem, ezt a mondatot, és azóta tényleg így vagyok, hogy nekem a kislányom mondjuk, én azt gondolom, hogy picit szeret azért lusta lenni, tehát egy kicsit, mint hogyha kihasználná a helyzetét, és egy picit, mint hogyha így elkényelmesedett volna abban, hogy anya mindent megcsinál neki, de mostanában megemberelem magam, és előjön ez a gondolat, és akkor azt mondom, hogy te figyelj ide, ott a két kezed, két lábad, szád, mindened megvan, minden adottságod megvan ahhoz, hogy megcsináld, akkor miért nem csinálod, és hogy szerintem mindenkivel így kell. A kerekesszékes megoldja a közlekedését. A mellettem ülő Gábor gyönyörűen megoldja a közlekedését, úgyhogy nem lát. Tehát, hogy mindenkinek szerintem megvannak a kiskapuk, amiket ki tud játszani, hogy teljes életet éljen. Úgyhogy a Gábornak át is adom a szót, mert még szegényként nem jutott szóhoz. Hogy amikor felhívtalak ugye ezzel a programmal, akkor azt mondtad te is, hogy abszolút ott a helyed. Igen, én örültem neki, mert én azt gondolom, hogy kell az épp társadalom számára az, hogy szembesüljenek azzal, hogy ilyen is van. És azt gondolom, hogy amikor a látó azt, vagy teljesen épp ember, bocsánat, azt mondja, hogy neki mennyi problémája van, meg mennyi baja van, akkor mindig azt mondom, gondoljon bele akkor a mi helyzetünkbe, és utána rájön, hogy igazából nincs semmi gond, és küzdeni kell tovább, és csinálni kell, mert neki mindene megvan, semmi ilyen jellegű hátránya nincs, és én azt gondolom, hogy ezt is becsülni kell. Igen. Szerintem. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt így megismertessük a társadalom, hogy egy picit érzékenyebbek legyenek erre a témára, és azért kicsit, hát, hogy jobban becsüljék meg önmagukat, az életüket, és hogy ne hagyják el magukat. Azt azért el kell mondani Gáborról, hogy mi már azért évek óta ismerjük egymást, és akkor valamikor egyszer csak ide becsöppentél ide a Városgondnokságba, és azóta is nagyon, hát már hosszú évek óta itt dolgozol. 9. Már 9 éve? Te jó igen. Isten! No, hát akkor legalább 10 éve ismerlek, de lehet, hogy több. Igen. És te nem tudod, de egyébként nagyon sokszor látlak az utcán, csak nem mindig dudállak meg, vagy nem mindig kiabálok ki neked, de néha igen. És látom, hogy olyan szépen jön-megy mindenfele, hogy tényleg megoldja, és segít neked most ebben egy alkalmazás? Még mindig itt tartom, hát vagy igen, van már modernebb? Van alkalmazás, de általában, hogy gyalog megyek meg ismerős a telep, akkor nem nagyon használom, mert ugye már tudom. Tudod meg... az útvonalat, ugye? Igen, de megvan még az alkalmazás, hál' Istennek, fejlesztik, működik, úgyhogy igazából ezen a téren minden rendben van. Igen, és hát azt is el kell mondani, hogy szerintem a te életszemléleted nagyon példamutató, mert nagyon jókat tudsz derülni egyébként a helyzeteden, és sok vakos viccet ismersz. Igen, hát muszáj, mert én azt gondolom, hogy ezt vagy így fogja fel az ember, hogy pozitívan, és megy előre, és a maximálisat kihozza ebből, vagy van ugye a másik oldal, hogy sajnáltatod magad, belemerülsz egy önsajnálatba, abból kialakul egy depresszió, tehát én szerintem ennek valójában semmi értelme nincs. Van nyilván, hogy nekem is van mélypont, mostanában rollerek okozzák a legtöbb gondot, hogy neki megyek, fáj, mit, akkor így kiakadok egy-két percre, de utána el is múlik, és tovább meg. És mondom, hogy jó van, ez van, kész, túl vagyunk rajta. Tehát ennyi. Most arról beszélsz, hogy a lájmokat rossz helyre rakják le. Igen, és ez egyre több gondot okoz sajnos, nekem is, tehát sokat közlekedek ugye lakótelepen, és ott nagyon sokszor van akár az utam során kettő is otthagyva, és
Én azt gondolom, hogy ez óriási figyelmetlenség, mert amikor a járda közepén hagyja, az nem csak nekünk gond, hanem igazából a biciklistársának, a látótársának is, aki megy ott, azzal ugyanolyan gondot okoz. Tehát tényleg ez a figyelmetlenség. És látod, mi meg erre a hétköznapi emberek nem is gondolnánk. Néha mondjuk én is bosszankodok, hogy miért a járda kellős közepén hagyja ott fekve. Tehát, de azért így nem gondolnánk. Igen, és pont az a baj, hogy ugye a fehér bot, hogyha úgy bot az a lépenséggel, ugye azt van, hogy ugye ki se szúrja, mert ugye a két kormány az kijebb áll, stb. Tehát én azt gondolom, hogy én remélem, hogy egyszer rengeteg figyelemfelhívásokból, posztokból, mindenből, ő talán majd egyszer, ha már egy ember megtanulja, vagy amikor megállítja azt, ha róla belegondolom, hogy új, jöhet, látássérült, kerekesszékes, bárki, aki nehezebben tudja ezt kikerülni, akkor inkább odébb rakom a fűbe. Nagyon bízom benne, hogy ez egyszer elő fog fordulni. Ha már egy emberrel több, most ebből a műsorból is például legközelebb odarakja, az már egy baleset veszélyes helyzete kevesebb. De jó, hogy mondod. Itt a feladatunk a látóknak, hogy amikor egy ilyen rollert bárhol is olyan helyen látunk, ami nem jó hely, akkor tegyük az út szélére, igen, vagy a járda szélére, igen. Igen, úgyhogy, de hát én azt gondolom, hogy ez is csak egy ilyen pillanatnyi gond. Ez így két perc után túllép az ember, aztán kész. Nem mindegy, hogy lép túl, hogy elesik, vagy éppen át tudja lépni. Nem, hát én amikor neki megyek, én félrerakom, tehát én lehúzom az útról, és akkor félrerakom a fűbe, hogy legközelebb, aki erre jön, annak már ne legyen baja. És mindenképp ugye a fű fele kell rakni, mert hallottam én, hogy ezt kirakta. Hát esélyes utásom az út esélye, de mondtam, hogy ez nem jó, mert nem más a hibás azért, mert te rossz helyen mentél, mert most lehet, hogy autósnak okozol balesetet, stb. Igen, és hogyha veszed a fáradtságot, akkor a fűbe húz le, vagy úgy félre, ahogy kell. Tehát attól függetlenül, mert te most megjártad, nem kell ezt nem kell több embernek is ezzel balesetet, veszélyes helyzetet okozni. Igen. Ennek semmi értelme nincsen. Egy fontos kérdésem van, mert mostanában ezzel a műsorral kapcsolatban, ami szombaton lesz, jártam többféle médiumnál, és felteszik nekem többször a kérdést, nekem pedig én a jó választ nem biztos, hogy annyira tudom, hogy azok, akik bármilyen sérüléssel élnek, hogyan forduljanak feléjük? Én azt szoktam mondani erre, saját akár a betegségemet illetően is, amikor volt, én úgy álltam hozzá, hogy nyugodtan lehet tőlem kérdezni, mert miért ne, mert mi a baj ezzel. És például a gyerkőccel kapcsolatban is, én azt mondom, hogy ugyanúgy kérdezzünk, ugyanúgy merjünk velük beszélni, ugyanúgy poénkodhatunk akár, vagy hát nyilván veled lehet, hogy valaki érzékenyebben veszi. Igen, tehát, van ilyen, hogy kell hozzátok állni, hogy beszélgethetnek? Hát én azt mondok igazából, hogy ennek a dolognak, amit ki is emeltél, és nagyon jól, a kommunikáció. Hogyha mondjuk segítesz egy látássérült embernek, aki áll az ebrán, és te fogod magad, és mondjuk szó nélkül átviszed, az nem biztos, hogy jó, mert lehet, hogy át se akar menni, nem azért áll ott, hanem bizonytalan az útjába. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció az egy nagyon fontos dolog. Tehát nyugodtan lehet szerintem, mondjuk én csak a magam nevében beszélek, kérdezni, és én azt mondom, hogy nyugodtan oda lehet hozzánk is jönni, nem vagyunk emberevőek még, úgyhogy én szerintem ebből nem lesz gond. Meg én mindig is azt mondtam, mert mindenki mondja, hogy ő beteg, mert vak. Nem, ez a vakság is nem beteg, ez egy állapot, amivel együtt kell élni, ezt el kell fogadni, kész, és akkor utána pedig én mindig azt szoktam mondani, hogy nem sajnálattal kell felén közelíteni, amit Zoli említett is már, hanem tényleg segíteni, ami tőled telik megtenni, és kész. Mert az, hogy sajnálod, az szerintem egy olyan helyzet, aminek valójában így semmi értelme. Uh-huh. Meg azon gondolkodtam pont a héten, hogy amiután fölhívtál, így elgondolkodtam, hogy valójában hogy mi meg vagyunk különböztetve valamilyen szinten a társadalom által, és mikor felhívnak a városgondokságon, meg se fordul a fejükbe, hogy ők egy vakemberrel beszélnek. Okay. Hogy ez annyira misztikus, és tehát igazából az emberek igazából meg sem mondják, hogy ott egy vakember dolgozik, amíg nem tudja. Uh-huh. Mert én azt gondolom, hogy mi is egyformák vagyunk a társadalom részén, csak pár dolgot máshogy hát tudunk megcsinálni. Tudod a munkádat végezni, mert ugye én láttam egyszer a gépedet, ugye a Gábor az ügyfélszolgálati részén van, illetve majd elmondott, hogy pontosan mit csinálsz, tehát őt hívják és ezzel foglalkozik, és ugye a gép az beszél neki, lefordítja azt, ami a számítógépen van, ugye? Vagy ez kicsit pontosít. Igen, hát egy képernyő felolvasónak hívják, és akkor ami a látóknak megjelenik, ugye azt nekünk felolvassa. De azért a mi befogadó képességünkkel hiba van. Egy nagyon friss élményt elmesélek. Ugye vasárnap volt a színházban a maraton felolvasás,
És idén második alkalommal rendezte úgy a sors, a Jóisten, hogy éppen egy vakhölgy mellett ültem, ugye ketten ilyenkor fönn vagyunk a színpadon, aki olvasott. És idén teljes természetes volt már, hogy odaül és olvas, de az elmúlt alkalommal, az elmúlt évben nem volt számomra, pedig eléggé elfogadónak gondolom magam, és akkor még leült, mintha így a kis ördög így bennem lett volna, hogy na vajon hogy fogja tudni olvasni. Ugye előtte a Braille-írással ott volt a kis biblia részlet, amit ő olvasott föl, előttem a valós hibátlanul olvasott. Uh-huh. Szebben olvasott, mint sokunk, uh-huh. akik úgy egyébként a színpadon vagyunk. És tavaly még ez az érzés így eluralkodott rajtam egy pár másodpercig, idén meg se fordult a fejemmel. Idén azt mondtam, de jó, most megint mellette ülhetek egy pár percig. Uh-huh. Egyébként egy picit visszakanyarodva erre, hogy beszéltük ezt még az adás előtt, de szeretném itt is megbeszélni ezt, hogy ha mondjuk szombaton kimegyünk és megformáljuk ezt a kört, és mondjuk abból a elküldenénk egy kicsit, egy pár percre azokat az embereket, akik látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak és a többi, értelmileg akadályozottak, és ott maradnánk, akkor megkérdezném, hogy mindenki tökéletes-e, mit gondol magáról. Nem? Tehát, hogy valaki nem tudja azt, amit te, vagy nem úgy néz ki, mint te. Tehát, hogy mindenki ugyanolyan gondokkal küzdik, csak lehet, hogy egy kicsit más jellegű problémákkal küzdik. Én a segítésről szeretnék mondani néhány mondatot. Nagyon érdekes helyzet a mi foglalkozásaikon, mikor vége van a foglalkozásnak, akkor a gyerekek elrakják a szőnyegeket. És szoktunk szólni a nagyobb gyermekeknek, ugye a kisebbek nehezebben viszik a szőnyeget, hogy kérlek segíts neki. És már abban a korban megvan ez a félreértés, hogy a nagyobb gyerek kiveszi a szőnyeget a kisebb kezéből. És akkor én szoktam erről beszélgetni, hogy én neked nem azt mondtam, hogy helyette csináld meg, az nem segítés, ez az ő feladata, segíts neki. Tehát annyira aprólékosan kell a hétköznapokban ezt tudatosítani, hogy ez a mondat nem azt jelenti, ugye egyébként is, ahogy Gábor mondta, a kommunikáció a felső fokon lett fajsúlyos, mert az egész társadalom ezzel küzd, hogy beszélünk egymáshoz, aztán nem értjük, hogy pedig mind a ketten magyar emberek vagyunk, ugye, és nem értjük, hogy mit mond az a másik ember. És ez azért hoztam szóba, mert az nagyon fontos szerintem, amit mondtál, Szilvi, hogy a fogyatékossággal élő emberek, főleg a családok, szülők legnagyobb problémája, hogy hogyan lesz majd a gyermek önálló. Igen. És ez ugye még nem vesz róla tudomás a társadalom, vagy az állam, ez az államnak is a problémája, hogy ő egy önellátó, kreatív, aktív, jó egészségi és mentális állapotban lévő emberként él majd, vagy úgy, ahogy most a társadalom gondolja, hogy hát ezeknek segíteni kell. Uh-huh. Kell segítség, csak nem úgy, ahogy ezt ma gondolja és hát valahogy, az állam. Uh-huh. És valahogy én szerintem arra fele kéne lökni ezeket a fiatalokat, mert a fiatalok lesznek ugye később a munkavállalók, hogy képesek legyenek a társadalomban ilyen módon is részt vállalni, és a munkájukkal hozzátenni, ugye, mert oké, hogy van az, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatunk, jó, de hogy olyan értékűvé kell őket tenni, már gyerekkortól kezdve, és ennek itt jön be az intézmény, iskoláknak a szerepe, és még sorolhatnám, hogy szerintem állami szinten is lehetne tenni, hogy például ne csak magán úton tudjanak az emberek mondjuk fejlesztéseket biztosítani a gyerkőcöknek, hanem legyen ez meg mondjuk állami szinten. De hát itt most nagyon sok mindenről beszélünk. Igen. Ebben én még élesebb vagyok. Ugye azt szoktuk látni, hogy egy, mondjuk egy fogyatékkal élő ember bekerült egy vállalathoz recepcióra. Én erre mindig azzal szoktam reagálni, hogy még korai a büszkeség. Tehát nem egy embernek kell segíteni, hanem 10 000-nek. És egyébként ők 100 000-en vannak. Tehát ha majd... És nem biztos, hogy csak recepciós munkát tudnak vállalni. Hát erről nem is beszélve. Tehát ha én szerintem majd a 100 000-ből 80 000 megtalálta a számítását, akkor picit hátradőlhetünk, ugye? De ez megint a képmutató társadalom miatt van. Így jó, akkor ide itt lett egy recepciós, szeretjük, hír lett belőle.
De ez nem oldotta meg azt, amiről te is beszéltél. No, egy picit majd még visszakanyarodunk akkor a programra, de most már azt látom, hogy nagyon jól elbeszélgetünk, és nagyon fogy az időnk, és mindenképpen szeretnék egy pár szót ejteni arról, hogy ti most mit csináltok, mi újság nálatok, honnan jutottatok el odáig, ahol vagytok. Hát Ilával kezdjük szerintem. Nagyon sok az, amivel még most is foglalkozol. Honnan indult ez az egész? Az önkormányzattól, ugye? Igen, igen, onnan indult, hogy tulajdonképpen így visszagondolok az életemre, mikor középiskola elsősök voltunk, gimis elsősök, mikor én pásztori lány vagyok, ez a Mátra aljában van, ott akkor adtak át egy művelődési házat. Az az időszak volt, amikor nagyon sok helyt, és hát a fiatal népművelők, ugye hová mentek, jöttek a középiskolába, és könnyű Katát táncba vinni, ha ő is akarja, szoktuk. Engem ez úgy megérintett, úgyhogy én népművelős könyvtárszakot végeztem, és hát megadatott az életem során az, hogy csupa-csupa olyan szép, gyönyörű dologgal foglalkozhattam a munkámból kifolyólag, ami úgy egyébként a saját érdeklődési körömmel is beletartozott. És hát igen, hosszú ideje már Fehérváron élünk, és nagyon büszke vagyok a kis közművelődési irodánkra, a Szále Istvánt mindenképpen megemlítem, mert nagy csodálója vagyok még most is, és hálát adok a Jóistennek, hogy mellette évtizedeken át dolgozhattam, mert aztán ott lehetett gondolkozni, lehetett programokat találni, kitalálni. Hát számos mai olyan rendezvény van, aminek a megálmodói mi voltunk. Nyilván egy kicsit korszerűsödött ez a dolog. És akkor, mikor aztán úgy hozta a sors, hogy ennyi éves lettem amennyi, akkor nyugdíjba mentem, de hálá jó Istennek, polgármester úr még számít a munkámra most is. A zenekar mellett tevékenykedem meg. Az Alvariga Szimfonikus Zenekarról beszélünk, ezt azért mondjuk el. Igen, mert több is van persze, igen. Így van. Az Alvariga Szimfonikus Zenekar, hát nagy csoda volt, hogy ott lehettem a megalapításánál, épp úgy, mint a színház önálló társulata, mint a kis saját babácskája lenne az embernek olyan. És hát van 4-5 olyan alapítvány, ahol vagy titkár vagyok, vagy segítő na, vagyok. Na mondjuk el azért mondjuk ezeket. El. Hát a Nemzeti Emlékhely Alapítványjal kezdem, a Deák Dénes Ösztöndíj Alapítvány, a Láncos Kornél Szegfi Gyula, a Ösztöndíj Alapítvány, amit talán többen ismernek, mert a legnagyobb múltra tekint vissza. A Zenei Nevelésért Alapítvány, ami egy óriási nagy megtiszteltetés nekem, hogy Mihály Gyuláné, Eszti néni halála után a gyermekei engem kértek meg arra, hogy ennek az alapítványnak a titkára legyek, pedig én nem vagyok zenész, sajnos. Ez kimaradt a zene, aktív zenélés az életemből, de nagy zene szerető és nagy zenét támogató vagyok. És hát valószínű a sok évtized, ami a Viktóriához köt, eredményezte azt, hogy idén ősszel megkerestek és megkértek, felkértek arra, hogy az Egyesület kuratóriumában is kurátorként vegyek részt. Nem könnyű persze, egyik sem könnyű, de valahogy mégiscsak úgy van, hogy a sérült embereknek a segítése az lelkileg is mást kíván az embertől. Mint ahogy te mondtad is, igen, sok alkalommal, sok helyütt konferálgattam én is az életem során. Hát bizony, mikor az Anyár János iskola tanévzáró vagy évzáró bemutatóján konferáltam, az mindig egészen más volt. Napokkal előtte is, és napokkal utána is egészen más volt. És hát most ugye már szóba került a szombat, de csak egy mondat erejéig szóba hoznám a pénteket is. Igen. Mert ugye a Fogyatékosok Világnapja ugyan 3-án van, de 2-án este 5 órakor a Viktória Rehabilitációs Központban lesz egy minden bizonnyal nagyon szép gálaműsor, ahol sérültek és épek együtt fognak fellépni, és hát ennek az egy kiállítás is nyílik. A polgármester úr fogja megnyitni, és ennek az esnek a házi asszonya én leszek. Úgyhogy a lelkem már a szombatra készül, és hát ott pedig, amiben tudunk, részesei leszünk, Karitász társaim is az első hívószóra, aki jönnek, és ott leszünk. És nagyon érdekes egyébként, hogy én körülbelül akkor tudtam meg ezt a rendezvényeteket pénteken, amikor elkezdtem ugye a szombatot szervezni, és akkor derült ki számomra, amikor már így
kb. Mindenkivel lebeszéltem, hogy jönnek, akkor tudtam meg, hogy előző este szinte mindenki ott lesz, hogy most szerintem kiemelt szerep jut ennek a világnapnak. Majd még mindjárt fogunk egy picit akkor erről beszélni, és elmondjuk akkor a nézőknek, hogy mivel várjuk majd őket, de hogy akkor Zoli, egy picit figyelj csak, utánad néztem, Komlón születtél. Így van. Szekszárdon is voltál. Igen. Rendőrszakközépiskolába jártál, gyorsan elmondom én helyette, de aztán majd kikerekíted, jó? Gyógypedagógiát tanultál is, gondolom. Igen. Aztán van egy ilyen, hogy most fogok, annak voltál, vagy tanácsadója. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság is munkahelyként van megemlítve, de emellett a Paksi rendőrkapitányságnál branch manager. Igen. Kreatív romboló. Aztán van egy ilyen, hogy civil szervezetek regionális szövetsége operatív vezető. A fogyasztóvédelmi alapítványnál voltál tanácsadó. Igen. Judoedző, az Aranyban voltál testnevelő. És most pedig a stabilizáló mozgásprogramot viszed, és a Most Cselekvők Egyesületének vagy a... Elnöke. Az elnöke. Na, hát kérem szépen, ez is egy színes életút. Akkor ezt tegyük pozitív kontextusba, ugye, mert amikor azt halljuk valaki, hogy rendőr, az olyan szigorúnak tűnik. De tulajdonképpen ugye egy segítő foglalkozás, mert a szabályt tisztelő és betartó emberek érdekében járunk el ugye azokkal szemben, akik nem tartják be a közösségi vagy a jogi szabályokat. Tehát tulajdonképpen ott is egy segítő foglalkozás zajlik, még ha ott speciális feltételek is vannak. És amikor én elhagytam a rendőri pályát, akkor a civil területen kezdtem dolgozni. Dolgoztam civil szervezeteknél is, volt egy érdekvédő irodám ugye a biztosan sokan emlékeznek a banki hitelkárosultak témakörében. Még én is jártam nálad, arra emlékszem. Igen, ott volt egy ilyen érdekvédő tanácsadó tevékenység elég hosszú ideig. És hát a judó edzőség az mindig megvolt a hivatások mellett, vagy mögött, vagy fölött, ahol azért a judós szülőkön keresztül mindig volt egy kis tartós élelmiszergyűjtés, véradás, szervezés. Ugye a régi Aréf csarnokban voltak a harcőrzeti találkozók, ahol ruhát is gyűjtöttünk, és hát szerencsére ezek a tevékenységekkel mindig segítettétek a megjelenésünket, vagy a hírelését annak, hogy valami történik. Igen, és talán a kreatív romboló hangzik még egész jól, ugye, mert én nem tudtam sokáig definiálni, hogy mi az én szerepem. És talán kitűnt a válaszaimból, hogy én nem a kedves, simogatós megoldásokat preferálom, mert én azt gondolom, hogy a mai világunkban főképpen hangot kell adnunk, hogy az emberek megváltoztassák a döntéseiket. Tehát ki lehet próbálni, azt mondjuk valakinek, hogy szia, ne haragudj, ezt csináld máshogy, valószínűleg nulla a hatékonysága, de azt mondjuk, hogy jó napot, ez így nem jól van, máshogy kéne csinálni. Akkor egyszer csak fölfigyelnek az emberek. Ugye az inger küszöb a kommunikációja, a média miatt sokkal messzebb van ma már, és akkor hát ebből lett a kreatív romboló, hiszen amikor létre akarunk hozni egy újat, akkor általában le kell zárni, vagy félre kell rakni a régit, és ez lett a kreatív romboló, és aztán kinőtte magát a stabilizáló mozgásprogram, úgyhogy most az kitölti. Egy pár szóban időmet. Ezt elmeséled, hogy kell ezt elképzelni? Hát judoedzőként kezdődött a történet, mert én 30 éve vagyok judoedző, és 9 éve foglalkozom speciális nevességigényű gyerekek judójával is, és menet közben derült ugye ki, hogy ők máshogyan élnek. Máshogyan lehet őket terhelni, máshogy kell kommunikálni, mások a fizikai adottságok, és akkor kialakul, hogy melyik gyakorlat hasznos számukra, melyik, ami felesleges megtanulniuk, mi az, ami hiányzik, ugye, és egyébként nem rájuk vonatkozik, hogy a mozgásprogram egy hiánypótló program, ugyanis a medence környékét fejlesztjük, biztosan ti is tudjátok, hogy a lába meg a keze mindenkinek erős. Na de, hogyha a farizmok, a derekunk, az ágyéki hasizom, a combnak a belső része nincs fejlesztve, nem stabil a középpont, akkor hiába vagy erős alul, vagy fölül,
nem fogsz jól mozogni, nem vagy terhelhető. És aztán ez a gyakorlatban annyira kinőtte magát, hogy most már kollégákat, instruktorokat képzek, mert nem tudok annyi városba eljutni, ahol várják a programot, és hát most már Európában is van érdeklődés, 6 országból, úgyhogy nem tudjuk, hogy lesz, mert talán le kell engem fénymásolni, vagy valami megoldást kell csak, ugye, mert voltam a papírboltban, kerestem a 12 napos naptárat, de mondták, hogy nincsen. Még csak a 7 nap van, úgyhogy így fogytam annak a napok. Egyébként ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy hiánypótló, mert ha csak a saját példámra gondolok, én szeretnék mozgásformát találni a gyermekemnek. És a tavalyi, szerintem egész tanévet azzal töltöttem, de lehet, hogy rosszul csináltam valamit, hogy nem találtalak még meg addig, mert én azt kerestem, hogy a városban van-e lehetőség a speciális igényű gyerekeknek mozgásra. Ugyanis volt olyan, hogy elvittem, szeretettel bevették volna akár az arakocskába, amikor még kisebb volt, de mondták, hogy az ő érdekében nem, mert a gyerekek, ugye, akik ott futkároznak, látják, hogy ő egy kicsit akár ügyetlenebbül mozog, akkor nem biztos, hogy ez neki jót fog tenni. Az edzők nyitottak ehhez, csak ugye mindig a gyerekekből indulnak ki sajnos, akik ugye sokkal ügyesebbek talán. És sok ilyen lehetőség után néztem, és én azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nincs még meg ez a lehetőség a gyerkőcöknek, úgyhogy én nagyon örültem, amikor hallottam erről, már csak az időt kell kitalálni, hogy igen, hogyan. Igen, apukát is bevonjuk, ugye, megbeszéltük. Igen. Igen, az a sportegyesek védelmében mondanám, hogy sajnos nincsen kész az infrastruktúrájuk. Tehát azért ehhez egy pici szaktudás kell, nem elég csak edzőnek lenned, idő kell hozzá, türelem kell hozzá, lehet, hogy egy másik edzőterem kell hozzá. Tehát lehet, hogy erről érdemes lenne beszélgetnünk, mert nekem van egy koncepcióm arról, hogy hogyan lehetne egy esseni sportközpontot létrehozni, és én úgy tudom az első ötlet pillanatában, hogy polgármester úr is ezt jó ötletnek tartotta, de talán rossz helyszínt választottunk, és ott nem lehetett egy tornaterembe ezt létrehozni, de hogy az lenne a jó, ha egy tornateremben 2 óránként jöhetnének különböző sérülés, specifikus emberek, gyerekek különböző sportágakban, és akkor oda lehet koncentrálni szakembert, forrást, és akkor 2-től este 6-ig nyugodtan lehet tanulni, sportolni, kikapcsolódni. Jó. Akkor erről majd még beszélünk az adás után, mert erre meg nekem van gondolatom, meg információm hasonló témáról. Gáborról még azért beszéljünk. Nagyon-nagyon régen beszélgettünk mi a fehérvári beszélgetésekben, és akkor beszéltünk arról, hogy ugye születésed óta éled így az életedet. Egy picit mesélj erről, kérlek, és hogy aztán ehhez képest milyen gyermekkorod volt, és aztán hogy jutottál el a városgondnokságig. Hát ugye születésem óta vak vagyok, vagy látássérült, kinek hogy tetszik, én mind a kettőt elfogadom. Én Budapestre jártam iskolába, a vakok általános iskolájába, ugye az fönn van Pesten, gondolom erről már többek tudnak is. Ott jártam én, ugye nekünk 9 év volt az általános iskola, mert ugye volt egy előkészítő osztály, ahol ugye a Braille-írást ugye elsajátítottuk, és akkor utána jött az átlag 8 osztály, ugye, ami ugye mindenki másnak, és akkor utána én még maradtam tovább, mert én még letettem egy OK és informatikai adatrögzítő iskolát, és akkor úgy voltam vele, hogy most már elég volt Pestből, és visszajöttem ide Fehérvárra. Hát én a várost nem ismertem szinte, pedig aztán itt születtem, ide jártam haza, de semmi ismeretem nem volt valójában a városról, hogy mi hol van, hogy működik itt minden. És akkor van nekünk egy LÁRKE nevezető, egy látássérültek rehabilitációs közhasznú egyesülete, és ott volt egy ilyen program, hogy ők ugye segítettek, volt egy pályázat, és akkor ők segítettek nekünk, ugye látássérülteknek ugye munkahelyet keresni, és akkor jött akkor a városgondnokságtól az ajánlat, hogy akkor ők nyitottak lennének erre, és akkor ide jöttünk ugye hárman, ugye akkor még hárman kezdtük, ebből volt még egy vak kollégám, meg ugye egy gyengéllátó kollégám, és akkor ők az idők során elmentek, ugye mert akkor még csak részmunkaidősként csináltam, és most már 2-3 éve, most már teljes munkaidősként én csinálom ezt az ügyfélszolgálati részt egyedül. Uh-huh. És mi az, amit csinálsz egészen pontosan? Hát igazából a lakóknak a telefonjait fogadom, hibabejelentéseket veszek fel, azokat küldöm e-mailbe, kapcsolok mindenféle embert mindenhova,
majd a cégen belül, ahova kell, illetve hát mindenben segítek, amiben tudok. És milyen jellegű problémák? Nagyon-nagyon sok. Hát a mai napig van még olyan, lassan 9 év után, ami még mai napig meglepetés, és ki kell nyomoznom, hogy ez kihez tartozik, vagy hova. De a városgondosság ugye nagyon sok dologkal foglalkozik, a közvilágítástól elkezdve az utak üzemeltetésén át ugye a szemétszedésig, ugye amik ezek a kis kukák, amik kim vannak a városban, ezek a fém kukák. Szóval hú, eltakarít, tehát nagyon sok minden jellegű dologgal foglalkozunk, ugye a pargondozás, és hát ugye ezekkel kapcsolatban segítek az embereknek, illetve irányítom el őket oda, ahova kell, valamint adom át a kollégáknak a megfelelő információt. Ez jó, hogy mondtad, hogy irányítod el őket, ahova kell, mert nem tudom, esetleg melegebb éghajlatra. Most ez csak a vicc kedvéért kérdezem, mert hogy azért nyilván nem, nagyon sokszor problémásak az emberek. Ehhez rettentő nagy türelem kell, és főleg a beszédhangsúlyt kell nagyon megválogatni. És hát ugyanak van egy olyan nehézség, hogy itt teljesen mindegy, hogy neked milyen napod van, hogy keltél, mennyire van rossz kedved. Neked az ügyféllel ugyanúgy kell beszélned, mint hogyha neked 100%-osan jó kedved lenne. Tehát az ügyfélnek nem szabad éreznie azt, hogy neked mindenféle problémád van, hanem ezt ki kell zárni, amíg dolgozol, és ugyanúgy kell vele kommunikálni, mint hogy most mondjuk jó kedved van, minden oké, és akkor... Uh-huh. És ez egy nagyon nehéz feladat. Jó, mondjuk én most már beletanultam, de ehhez rettentő nagy önuralom kell, illetve hatalmas nagy figyelem, mert főleg, hogyha az ügyfél is úgy beszél, már pedig sokan vannak olyanok, uh-huh. Főleg az elmúlt időben tapasztalom, hogy egyre rosszabb a helyzet. És szóval nagyon, nagyon kell figyelni, hogy igazából te nem... Te az ügyfél úgy beszél veled, az is egy határig el kell tűnni, aztán van egy határ, amikor nyilván is azt mondom, hogy akkor... Volt már olyan, hogy lecsaptad a telefont? Olyan nem, annyit mondtam, hogy akkor, hölgyem, akkor most bontjuk a vonalat, és hogyha megteszed nyugodni, akkor hívjon vissza, mert így nem fogunk egyről a kettőre jutni. Nagyon szívesen segítek, ha ezt a dolgot nyugodtan megvesz, és akkor visszahívott 2 perc szóba, és tök nyugodtan elbeszélgettünk, és elnézést kért. Uh-huh. Hm. És van olyan, hogy egyébként mondjuk ilyen kirívó kedvességet tapasztalsz? Van, rengetegszer visszahívtak, hogy nagyon szépen köszönik a segítséget. Az a baj, ezzel a munkával igazából sokszor az a baj, nem baj igazából, csak egy észrevétel, hogy megcsináltatunk valamit, elintézünk, és általában nincs értek. Tehát nem tudod, hogy most az ember örült-e, uh-huh. Látta-e, hogy ki, tehát nincs visszajelzés uh-huh. arról. Nyilván nem is kötelesek, mert nem. Csak olyan érdekes volt ez nekem még így az elején, még 8 éve, hogy itt valójában nem tudod, hogy örült-e neki az ember, vagy hogy, hogy látta-e, hogy végül, hogy egyáltalán megcsináltuk, vagy járt-e még arra, de volt. Voltak egyszer ajándékot akart hozni, de mondtam, hogy semmi szükségre, hát mondom, ez a feladatom. Mondom, nagyon szépen köszönöm a visszajelzést, meg mondom, ezért engem fizetnek, úgyhogy semmi szükség erre, de jól esett, köszönöm. Tehát uh-huh. volt ilyen is. Uh-huh. Igen, úgyhogy igen, ez egy jó dolog, meg rengeteget megtanulsz az emberekről, uh-huh. hogy mennyi féle ember van, és mennyi féle hozzáállás, és hogy milyen negatívak az emberek, az uh-huh. számomra megdöbbentő. És hogy mennyire előítéletesek egyébként. Tehát, még így is, hogy nem tudják rólad, hogy... Igen, és hogy mennyire alapból a céggel is, hogy uh-huh. egyből azt mondjuk, hogy úgyse lesz megcsinálni. Tehát annyi, akkora előítélet van, amely, és ezt látókon is tapasztalom, hogy szoktam hallani beszélgetésekbe, közlekedési eszközökön itt-ott, hogy valaki úgy néz ki, már előítéletes, vagy nem mész oda hozzá, nem beszélsz vele. De szóval lehet, hogy bekötném a szemét, és nem látnám, hogy kivel beszél. Lehet, hogy azzal az emberrel beszélgetne fél órát. Uh-huh. Tehát a látóknál ez a kinézet alapján történő előítéletesség, főleg a mai fiatalok körében, ez egy nagyon-nagyon nagy problémának tartom, és ezért is becsülöm meg azt, hogy én vak vagyok, úgymond, mert ez az előítéletesség, hogy egyből már, hogy kinézetre mennek, nem beszél vele, pedig azt lehet, hogy egy életen át tartó párkapcsolat lenne, csak mindig ez a kinézet. Én megértem, hogy fontos, én megértem, hogy nagyon fontos a világban, de én szerintem a látók nagyon sok mindent elhibáznak ezzel, hogy kinézet alapján próbálnak megállapítani embereket, és szerintem ez a látóknak egy nagy, nyilván tisztelt a kivétel, nem mindenkinek, de a mai világban ez egy nagyon rossz tulajdonság szerintem, mert szerintem a belső tulajdonságok sokkal többet érnek, mint az, hogy most milyen pulcsi van rajtad, milyen kabát, vagy éppenséggel milyen cipő, vagy éppenséggel, hogy beállítottad a hajadat, vagy nem állítottad be, de egyből leszólod, és nem mész oda, nem beszélsz vele, és elítéled, és szerintem ez egy nagyon rossz dolog. Nagyon fontos tanítás szerintem nekünk, mert erre nem is gondolnánk, mert hogy tényleg
szerintem nektek, amit elvettek tőletek, annyival többet kaptatok ilyen téren. Én most már látom, hogy ilyen téren mi ezzel egyre többet nyerünk. És én azt veszem észre, hogy ez pozitív irányba fordult át már nekem. Tehát hallom az emberek, és mondom, hogy úgy jó, hogy vak vagyok, és bennem ez a tulajdon. Nem mondom azt, hogy nem lenne meg, mert nem tudnám, mi lenne akkor, ha látó lennék. Én nem mondom azt, hogy nem lenne meg. De annyira örülök, hogy ez nekem nincs meg, és hogy nem kinézet alapján ítélek meg embereket, hanem hangstílus, stb. És ez szerintem ez nagyon jó, hogy ez nekem nincs meg, és nagyon örülök, hogy ezzel a tulajdonságon nem kell élnem. De jó, Gábor, te pedig így vagy tökéletes. Én azt gondolom, hogy így vagy tökéletes, és mindenki úgy, és valószínű, hogy ha van jó Isten, már pedig szerintem van, akkor valószínű, hogy azért kaptuk ezeket a helyzeteket, mert ez nekünk így jó. És hogy ebből hozzuk ki. Ez így jó nekünk, és kész. Akkor most még itt a műsorunk végén nyilván, amiért ma összejöttünk, arról beszéljünk egy kicsit. Ugye, hát az volt az alapvető gondolatom, hogy menjünk ki december 3-án az Országálmához, és minél többen jöjjünk el. Én tényleg minden kapcsolatomat megmozgattam, amit csak lehetett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan leszünk a belvárosban szombaton. Illetve bízom benne, de ha csak 20-an leszünk, én annak is ugyanúgy fogok örülni. Az a lényege, hogy ugye bemegyünk 10 órára a belvárosba, és az Országálmát fogjuk olyan módon körülölelni, hogy egy nagy kört alkotunk, és hát ezen gondolkodtam, hogy azért nehogy az legyen, hogy most Covid időszak van, akkor a készfogás az a legvégére akarnám ezt tervezni, hogy felállunk egy nagy körbe, és akkor beszédek lesznek, és akkor utána fognánk meg egymás kezét, de lehet, hogy miután ölelésről beszélünk, inkább egymás hátába belecsimpaszkodunk egy kicsit, és akkor talán nem lesz semmi gond, és nem lesz senki beteg se. És hát, hogyha ez megtörtént, illetve még azért elmondom, hogy kik lesznek a felszak, nyilván én az ötletgazdaként beszélek néhány mondatot, és akkor Spányi Antal megyés püspök érkezik, szerencsére polgármester úr meggyógyult, úgyhogy ő is jön, és ő is fog beszédet mondani. Mellette Lengyel Zsófi esélyegyelőségi referensünk, aki ugye látássérült fog a látássérültek nevében beszélni, és akkor utána szépen átmegyünk a Városháztéri színpadra. Na, ezt a részét polgármester úrnak köszönhetjük, azt elmondom, mert hogy én arra gondoltam, hogy egy ilyen kis flashmobot csinálunk, ami azt jelenti, hogy a körbe majd be fognak menni néhányan, akik vállalják a sérült fogyatékkal élők közül, hogy egy kis produkciót adnak, de amikor én ezt megosztottam elsőként Andrással, polgármester úrral, akkor azt mondta, hogy de hát Szilvi, hát ott a Városháztéri színpad, hát akkor tessék megadni a módját. És ez nagyon jó gondolat volt, de innentől kezdve ez a rendezvény megszűnt flashmobnak lenni, azt gondolom, mert hogy ezt tényleg a nézőknek mondom, hogy 2 hét állt rendelkezésre ezt megszervezni, és bődületes mennyiségű produkció van. Az előbb, még mielőtt megérkeztetek, jelentkezett be egy újabb dankoros kislány, akit nem mondhatok neki nemet, úgyhogy, de még tegnap is érkezett egyébként, úgyhogy te még nem is tudod, Ila, hogy még most már azon kívül is vannak plusz fellépők, de nem baj, én azt mondom, hogy ezt a rendezvényt most így megcsináljuk, és utána pedig szeretném, hogyha ez egy országos méretű dologgá nőhetne. Egyébként az is egy cél, hogy megmutassuk a más városoknak, hogy Fehérvárnak milyen közössége van. Hogyha tényleg nagyon sokan össze tudunk jönni, akkor szerintem ez egy példamutató dolog tud lenni, hogy egy ilyen ügyért tudunk tenni, és akkor azt gondolom, hogy itt van az, hogy ne csak összejöjjünk, hanem akkor ezt így vigyük haza magunkban, hogy fogadjuk el a másikat is, mert mindenki ugyanolyan ember. Na, és akkor még egy meglepetéssel készültem nektek, amit el fogok mondani egyébként a rendezvény végén is, hogy tegnap sikerült egy olyan rendezvényre elmennem a Ciszterci Szent István gimnáziumba, ahova a Nem adom fel alapítvány érkezett. Ugye ez az egyik legnagyobb fogyatékos ügyi szervezet. És én ismerem őket. Ismered őket? Persze. No, hát nyilván. És ugye van egy budapesti központja, de meg Szegeden is van egy kis részük, és a szegediek érkeztek el ebbe az iskolába. Most abban nem megyek bele, a híradásainkból meg lehet nézni, hogy milyen program volt. Nagyon szép, én tényleg majdnem sírva jöttem ki, de az igazgató úr is egyébként. És én ott megosztottam, miután ők egy turné keretében járják az országot, és december 3-án a Fogyatékosság Világnapján Szegeden ér véget a turné. Onnan indult, és oda érkezik, és azt mondták
azt mondta a fiú, hogy hát akkor ott fog kicsúcsosodni ez az esemény nekik, és én megmondtam, hogy muszáj vele megosztanom, hogy nálunk itt Székesfehérváron mi fog történni, és mondtam neki, hogy én szeretném, hogyha jövőre esetleg ők eljönnének, vagy bármi ilyesmi történne, de aztán rájöttem, hogy hát nyilván ők a saját kis dolgukat fogják december 3-án csinálni jövőre is. És én mondtam neki azt is, hogy szeretném országos méretűvé tenni ezt a dolgot, és azonnal partnert találtam benne, úgyhogy majd adáson kívül, mert ez egy nagy meglepetés lesz, elmondom, hogy mi fog történni, ha minden igaz, és összejön a jövő évtől kezdve, de hogy szerintem ez egy nagyon nagy mozgalommá tud válni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. És akkor ugye az lesz, hogy hát ti eljöttök, Ila nekem nagy segítségem, aki mindenben segít majd, a Zoliék ugye fellépnek, a judo, nem judóval, mert már megint azt mondtam, hogy judo, de nem judo, mert ugye úgy lett meghirdetve tévesen, de hát ugye a programotokkal, és hát Gábor is ott lesz, akit szintén szerintem ki fogunk emelni egy kicsit, úgyhogy hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy szép esemény lesz. Úgyhogy várunk titeket is szeretettel, és hát a nézőket is várjuk. Én nagyon szépen kérem a fehérváriakat, hogy ha érintett, ha nem, azért ezt a délelőttöt szánjuk annak, hogy ebbe a közösségbe eljövünk, és megnézzük, hogy egyáltalán mi mindenre képesek ezek az emberek, akik mellett nem biztos, hogy olyan módon kell elmenni, ahogy tesszük ezt minden nap. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szeretettel várlak titeket, szombaton találkozzunk, és utána beszámolunk róla. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. December 3-án 10 órára várunk mindenkit szeretettel az Országalmához. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.